A gyermekvédelmi népszavazás ügyében tartott sajtótájékoztatót a Kölcsey utca óvoda előtt Vácon Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, hogy az LMBT szervezetek az óvodás, általános iskolás gyermekeket célozzák meg elsősorban. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon ezért jövőre a magyar emberek dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e azt, hogy a gyermekeik között ezek a szervezetek mindenfajta kontroll nélküli tevékenységet végezzenek. Egyedül Magyarország az az ország, ahol erről nem politikusok fognak zárt ajtók mögött dönteni, vagy nem a média nyomás fog csak a politikusokra helyeződni, és így születik meg a döntés, hanem magyar embereket kérdezzük meg. A jövő évben mindenkinek lehetősége lesz Magyarországon véleményt nyilvánítani arról, hogy engedélyezi azt, hogy a gyerekek között ezek a szervezetek mindenfajta kontroll nélkül tevékenykedjenek, és akár olyan tevékenységet is végezzenek a szülők tudta nélkül, ahogy a szülők amúgy nem nevelnék a gyermeküket. Én arra biztatok mindenkit, hogy tartsa fontosnak ezt a kérdést, foglalkozzon vele, és vegyen részt majd a népszavazáson, hiszen fontos, hogy a gyermekek védelméről született törvényt megvédjük, és ne engedjük ezeket az LMBT szervezeteket kontroll nélkül a gyerekek közé, erről döntsön a család, erről döntsenek a szülők. Nagyon fontos, hogy ez a népszavazás a felnőttek világát nem érinti. Csak és kizárólag a gyermekekről szól, hogy a gyermekek között ilyen propaganda tevékenység, ilyen átnevelő tevékenység folytatható, vagy sem. Kiemelte, hogy az LMBT szervezetek azért fordulnak az óvodás és általános iskolás gyermekek felé, mert ez a korosztály még nagyon befolyásolható, nincs kialakult személyiségük és véleményük. Rendkívül veszélyes, hogy ezek az LMBT szervezetek most a 4 éves, 5 éves, 8 éves, 10 éves gyermeket célozták meg, és nekik visznek olyan könyveket, tartanának olyan foglalkozásokat, amelyek a gyerekek szexuális irányultságával, nem irányultságával kapcsolatosak. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekeknek a nevelése, így a szexuális nevelése is nem külső szervezetekre tartozik, hanem ez a családoknak az ügye. És az, ami az óvodában történik, az nem történhet a családok tudta nélkül. Márpedig látunk olyan példákat Nyugat-Európában, amiket nem is gondoltunk volna, hogy például kisfiúkkal, kisfiúknak iratnak szerelmes levelet órai foglalkozás keretében, vagy kislányokkal, kislányoknak, vagy őket, fiúkat lányruhába öltöztetnek, vagy sok minden más példát is láthatunk, és láthatjuk, ennek vannak is következményei, hiszen a gyermekek körében ezek után a nem átalakító műtétekre való jelentkezések ugrásszerűen is megnőnek, ezt látjuk a különböző nyugat-európai statisztikákból, és azt is láttuk, hogy egyes országokban, bár a koronavírus járvány miatt a szükséges orvosi beavatkozások akár rákos betegek esetében is elmaradtak, ezzel szemben Belgiumban 400 nem átalakító műtétet ekkor is megtartottak, amikor az egészségügy egyébként a járványhelyzet miatt szinte leállt. Meg kell védeni a magyar családok jogát ahhoz, hogy a gyermekük neveléséről ők dönthessenek. És meg kell védeni a gyerekeket, hogy az ő nemiségi kialakulásába ne LMBT szervezetek szóljanak be, ne ők menjenek be az óvodákba, iskolákba és próbálják a gyermekeket átnevelni, hanem minden család a maga nevelési elvei szerint nevelhesse a gyermeket. Sokan azt mondják ma Magyarországon, hogy ez nem egy létező probléma. Ilyesfajta veszély nem fenyegeti a magyar gyermekeket, ez csak a Fidesz által kitalált veszély, ugyanúgy, mint ahogy ezt mondták pár évvel ezelőtt a migráció kérdésére is. Viszont azt láthatjuk, hogy 2015 az akkori baloldali kormányzat már az óvodai nevelés programjából kivette azokat a részeket, amelyek a kisfiúkkal, kislányokkal kapcsolatosak voltak, és a nemi született nemi identitásnak megfelelő neveléssel kapcsolatosak voltak, hanem direkt olyan részeket tettek bele, amikkel a kisfiúkkal kislányos játékokat játszattak, a kislányokkal pedig kisfiús játékokat játszattak. Ez a 2015-i valóság volt, és több baloldali párt, így a Momentum és mások el is mondták, hogy a gender nevelést, az LMBT nevelést ők bizony be is vezetnék az óvodában is, és bevezetnék az általános iskoláknak a nemzeti alaptantervi tartalmai közé, és láthattuk, ahogy a Meseország mindenkié kiadvány mellett, amely egy átírt mesekönyv, az évszázadok alatt kialakult mesei történeteket írta át, és mindezt LMBT szereplőkkel mutatta be, tehát a mindnyájunk által ismert meséket írták át LMBT meséké, emellett is kiállt nagyon sok baloldali erő. Jól látható, hogy ez a veszély tehát reális. Nyugat-Európában már a hétköznapok részévé vált, sok esetben Amerikában is a hétköznapok részévé vált. Az LMBT lobby rendkívül erős, éppen ezért szinte minden akaratát át tudta nyomni a döntéshozókon Nyugat-Európában, és a döntéshozók nem kérdezték meg sehol az embereket erről,
hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy akár az ő tudtuk nélkül a gyereküknek ilyen LMBT átnevelő foglalkozásokat tartsanak, vagy LMBT átnevelő kiadványokat juttassanak el a gyerekekhez. Rétvári Bence rámutatott, azért tartotta sajtótájékoztatóját az óvoda előtt, mert a tét az, hogy ezekbe az intézményekbe az LMBT szervezetek bejuthatnak-e.